hogy a festéket tetszett. Meglepetés vendégek az egyik győri játszótéren a Fidelitas tagjai elnökük vezetésével szállták meg a parkot, mégpedig festékkel és ecsetekkel felszerelkezve. Az ifjú politikusoktól már megszokhattuk, hogy különböző akciókkal próbálják megszépíteni környezetüket. Volt, hogy szemetet szedtek, vagy éppen szaloncukrot osztogattak Mikuláskor. Ezúttal 75 padot mázoltak le, alig néhány óra alatt. Mivel én képviselő is vagyok itt a városrészben, ugye a Jancsi falu egy részében, illetve Vadiváros egy részében, úgy gondoltuk, hogy itt tudnánk abba segíteni, hogy nagyon sok pad van kint a körzetben, illetve mióta képviselő vagyok, közel 100 új pad is kikerült, viszont szükséges ezeket karban tartani. Természetesen a Győrszó ezeket karban tartja, viszont mi szerettünk volna neki is segíteni, illetve mi ezt társadalmi munkában bevállalni, hogy a mai napon 75 padot fogunk itt Jancsi falu egy részében, mint az Ipar utca legelején, illetve Vadiváros további részén, Ifjúság körút, Kodály Zoltán utca lefesteni itt a Fidelitas győri csapatával. Már munka közben is sokan mentek, nézték és üdvözölték a Fidelitas festő akcióját. Radnóti Ákos szerint ezek a kezdeményezések éppen arról szólnak, hogy egy kicsit feldobják a környezetet. Ezúttal Adiváros és Jancsi falu játszóterei szépültek meg az aktivistáknak köszönhetően. Keressük azokat a ilyen újabb lehetőségeket, amivel minél jobban tudnánk szépíteni városrészeket, illetve a városunkat is. Jó pályán a Fidelitas tagjai közösség képviselők vagyunk, és különösen szívügyünknek tekintjük azokat a városrészeket, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy hamarosan fogunk hasonlókkal jelentkezni. Bár részleteket egyelőre nem árultak el, a Fidelitas akciók a közeljövőben is folytatódnak. Az ifjú politikusok ugyanis kötelességüknek érzik, hogy szabad idejükben is minél többet tegyenek Győrért és az itt élőkért.